Én 1981-ben születtem Pécsen, de Tolnán nőttem fel. Az én családom tolnai származású nemzedékekre visszamenően. Az én identitásom szempontjából is ez egy fontos tényező, mai napig meghatározó, hogy én egy sváb családban nőttem fel. A családnak mi megvan az az emlékezete a 19. század végéről, amikor az első telepesek a mi családunkból megérkeztek Tolnára. Nekem az is egy nagyon fontos emlék gyerekkoromból, hogy minden szentekkor, amikor a nagymamámmal kimentünk a temetőbe, akkor mindig felkerestük azt a sírkövet, ahol az első tolnai őseink temetkeztek. Az én nagyszüleim otthon még németül beszéltek, különösen akkor, hogyha olyan izgalmas témák kerültek szóba, amit nem szerettek volna, hogy mi is megértsünk, vagy tudjunk róla. Ez egy óriási motiváció volt ahhoz, hogy mi is minél korábban megismerkedjünk ezzel a nyelvvel. Nekem egy nagyon érdekes gyerekkorom volt, ugye én generációkutatással, meg kommunikációval is foglalkozom, a generációkról alapvetően sokat beszélek. Én Y-generációs vagyok, ugye, ahogy ezt előbb említettem, 81-ben születtem. Nekem egy nagyon kiegyensúlyozott, nyugodt gyerekkorom volt, a 80-as években Tolnán felnőni. Ez egy nagyon biztonságos, kellemes dolog volt. Nagyon szép emlékeim vannak iskolás évekről, általános iskoláról például. Nagyon sokat jártunk annak idején a Dunára, tehát hogy a Tolnai Duna az az én generációm életében, azt gondolom, hogy még egy nagyon meghatározó élmény volt. Akkor még volt, elcsíptük a tolnai fürdőkultúrának így az utolsó éveit. Ezzel kapcsolatban is nagyon kellemes emlékeim vannak, és nagyon meghatározó volt úgy általában az a természeti környezet, ami Tolnát körülveszi, ugye hozzánk karnyújtásnyira vannak az erdők, a holtágak, a Nagy Duna, úgyhogy ezek olyan tényezők voltak, amik egy nagyon kellemes és nagyon kiegyensúlyozott gyermekkort hoztak. Én Tolnán jártam óvodába is, ez egy német nemzetiségi csoport volt. Későbbiekben az általános iskolában is egy német nemzetiségi csoportban tanultam már a nyelvet elsős korom óta. Aztán ez a nyelvek iránti érdeklődés meg szeretett, ez a későbbiekben is megmaradt. A felső tagozatban kezdtem el angolul tanulni. Az egy idő után kicsit jobban érdekelt, meg izgalmasabbnak is tűnt. Abban az időben ugye már az angol nyelvű popkultúra azért Magyarországon is nagyon erősen jelen volt. Itt a 90-es évek közepéről, elejéről beszélünk. És nagyjából ezt határozta meg aztán a középiskola választásomat is. Én Szekszárdon a Garai János gimnáziumban végeztem el a középiskolai tanulmányaimat. Ezek nagyon érdekes évek voltak egyébként. Kifejezetten erős volt ez a gimnázium akkor is, tehát hogy ezekről az évekről nagyon sok olyan emlékem van, hogy nagyon keményen és nagyon sokat tanultunk ahhoz, hogy az ottani elvárásoknak meg tudjunk felelni. De ugyanakkor nagyon hálás is vagyok azért a 4 évért, mert olyan alapot kaptam, amire aztán később stabilan lehetett építkezni. A középiskolai évek elejétől kezdve foglalkoztam azzal a kérdéssel, hogy mit lehetne csinálni majd a jövőben, hogyan lehetne egy olyan sikeres pályaivat felépíteni, ami egy olyan területhez kötődik, ami engem érdekel is. És ez ugye sosem könnyű, viszont engem a 90-es évek közepétől már egyébként az általános iskolában is elkezdett foglalkoztatni a média világa. Az első elképzelésem és tervem az volt, hogy újságíró szeretnék lenni. Ebben az időben, erre talán többen emlékeznek, ez egy nagyon komoly divat szakmának tűnt. Abban az időben sorra nyíltak Magyarországon a különböző média és kommunikáció tanszékek, azok az iskolák, amelyek újságírás oktatással és média oktatással foglalkoztak. Pécsre gyakorlatilag azért esett a választás, mert Tolnáról, Szekszárdról megugorva Budapest elsőre nagyon nagy falatnak tűnt volna. Pécs az egy belátható távolságban egy éppen befogadható méretű város volt, úgyhogy ezért esett a választásom Pécsre. És a Pécsi Egyetemen kommunikáció, médiatudomány, illetve angol nyelv és irodalom szakokon végeztem. Érdekes volt ez a
szakasza is az oktatási pályámnak, mert tulajdonképpen az egyetemi évek elején kiderült, hogy ez nem az újságíró képzésről szól, és ez nem egy olyan klasszikus médiaiskola az egyetemi képzés keretei között, ami alapvetően azt célozza, hogy média szakemberek vagy szakmunkások kerüljenek ki az oktatási intézmény keretei közül. Ez egy nagyon hangsúlyosan és erősen társadalomtudományi és elméleti jellegű oktatás volt, amit lehet, hogy még az első egy-két évben talán nehezményeztem is, mert hogy tényleg nem erre számítottam. Viszont a harmadik-negyedik évtől kezdve egyre biztosabb voltam abban, hogy a tudományos munka az lehet, hogy még engem jobban is érdekel, és jobban leköt, mint egyszerűen a média tartalmak gyártása. És így az egyetemi évek második felétől kezdve apró lépésekben, de elkezdtem felkészülni tulajdonképpen egy tudományos pályára. Ennek minden szükséges kellékével, tehát TDK, ez ugye tudományos diákköri tanácsban való, illetve versenyeken való részvétel, a tudományos közegben való szocializálódást is jelentette, akkor vettem részt az első konferenciákon, először csak hallgatóként, később előadóként. És mire az egyetemnek a végére jutottam, addigra vált talán egyértelművé számomra is, hogy a doktori képzésben fogom folytatni a munkát. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés voltam ekkor, gyakorlatilag a diploma megszerzése után és a doktori képzés elkezdésével egy időben én Szekszárdon elkezdtem tanítani is. Az egyetemünknek ugye Szekszárdon is van egy kihelyezett kara, abban az időben ott is volt egy kommunikáció média tanszék, tehát gyakorlatilag azonnal vissza is tudtam csatornázni azt a tudást ebben a munkában, amit párhuzamosan megszereztem, illetve amit előtte tudtam megszerezni. És innentől kezdve megint csak azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, mert gyakorlatilag egy stabil építkező pályaív rajzolódik ki ebből a mai napig is. Nagyon sokrétű a munkám egyébként, amivel manapság foglalkozom. Egyfelől továbbra is egy stabil pont az életemben a Pécsi Tudományegyetem. Jelenleg a kommunikáció és médiatudományi tanszéknek vagyok habilitált egyetemi docens, illetve tanszékvezető helyettese. Emellett nagyon sokat járom az országot, tehát nagyjából az elmúlt 4-5 évben látom azt, hogy azok a témakörök, amikkel én foglalkozom, azok mások számára is érdekesek. Nagyon sokat járok például művelődési házakban, illetve különböző kulturális intézményekbe ezekkel a témákkal, és egy harmadik szakmai tevékenységként pedig a piacon is jelen vagyok. Itt elsősorban kommunikációs tanácsadással, illetve kommunikációs jellegű piackutatásokkal foglalkozom. Éppen egy kommunikációs forradalomnak a közepében vagyunk, valaki azt mondja, hogy ez még mindig csak az eleje, és ez a kommunikációs forradalom, ez pedig nem más, mint a mesterséges intelligencia megjelenése a kommunikációs iparágakban. Elképesztő gyorsaságú és alapvető változásokat fogunk megtapasztalni néhány éven belül is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azt, hogy 10 év múlva mi lesz, én azt hiszem, hogy senki nem látja. Vannak elképzeléseink, impresszióink, de a technológia az olyan elképesztő ütemben fejlődik, hogy pontos predikciókat igazából nem tudunk adni. Az egészen biztos, hogy nagyon sok munkafolyamat a tartalomgyártásban fel fog gyorsulni. Nagyon sok helyen látjuk azt, hogy a humán munkaerő az kiváltható, tehát hogy valószínűleg számíthatunk elég komoly leépítésekre is, egyébként nem csak a kommunikációs iparágakban, hanem számos más területen is, főleg azokon a területeken, ahol szellemi munkát végeznek emberek, és amikről egyébként nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy ezek azok a területek, amiket majd nem lehet kiváltani, hiszen gondolkodó emberekre mindig lesz szükség. Egyébként ez részben igaz is, de ennyi gondolkodó emberre nem biztos, hogy szükség lesz, hiszen ezeknek a munkafolyamatoknak egy nagyon nagy része mechanikus, ismétlődő, repetitív jellegű. Ezeket már most is a mesterséges intelligencia nagyon jó hatékonysággal tudja felváltani. Nekünk ugyanaz a kőkorszaki agyunk van, és ugyanazokat a viselkedési szabályszerűségeket követjük, mint több tízezer évvel ezelőtt az őseink. Viszont a körülöttünk lévő világ az meg elképesztő gyorsan és nagyon nagy mélységekben változik folyamatosan.
Azt látjuk, hogy a kommunikációs forradalmak, amik egyébként az elmúlt nagyjából 100 évben egymást követik, és egyre gyorsuló ütemben követik, azok megrendítenek olyan alapvető rendszereket, mint például az emberi kapcsolatok. Tehát általánosságban a kortárs médiának az egyik legfontosabb hatásaként szoktunk beszélni az elidegenedésről, az elmagányosodásról. Arról a folyamatról, hogy az emberek például a közösségi média hatására inkább eltemetkeznek abban az illúzióban, hogy van 1000-2000 ismerősük online, és közben nem fordítanak figyelmet arra, hogy a valós kapcsolataikat ápolják. Ez nagyon világosan látszik például azokból a kutatásokból, amelyek mondjuk a legfiatalabb generációkkal foglalkoznak, például a Z és az Alpha generációval. Ezek azok a fiatalok, akik 1995, illetve 2010 után születnek, beleszületnek a digitális forradalomba. Hát az ő esetükben egészen szomorú adatokkal is találkozunk. Ezekben a generációkban nem ritkaság, hogy valakinek egyáltalán nincsenek közeli, szoros baráti kapcsolatai, és akiknek még vannak ilyen szorosabb kapcsolatai, azok is egyre alacsonyabb számról beszélnek. Egy-két ember van a környezetükben, akikhez általánosságban szorosabban kötődnek. Ez még néhány generációval ezelőtt is egy egészen döbbenetesen eltérő képet mutatott ehhez képest. Változatos életet élek egyébként, tehát én Pécsen is lakom, az utóbbi két évben Budapesten is lakom. Azokon a helyeken vagyok otthon, itt meg itthon vagyok. Amikor hazamegyek, akkor mindig ide jövök. Tehát, hogy azért igazság szerint a bázisom az változatlanul tolna. Én, ha teljesen őszinte akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy ezt a kisvárosi, vidéki énemet, én ezt valószínűleg soha nem fogom tudni levetkőzni. Megtehetném azt, hogy leköltözök Pécsre, vagy felköltözök Budapestre, és nem nézek vissza többet, de tényleg azt gondolom, hogy aki ilyen körülmények között nőtt fel egy ilyen szép természeti környezetben, mint amilyenben én, az nehezen tudja ezt elengedni. Én mindig azt érzem, amikor a nagyvárosban töltöm az időt, hogy nagyjából 3-4-5, maximum 6 nap után abszolút telítődöm azokkal az impulzusokkal és ingerekkel, úgyhogy akkor mindig visszajövök egy kicsit, és hát itt próbálom az egyensúlyt visszapillenteni.